A most következő ajánlom szövege az Anime Gun Facebook oldalán is olvasható. Ezért, ha kíváncsi vagy rá és további megosztott tartalmakra, akkor látogass el hozzánk! Ismered azt az érzést, amikor random bedugul az orrod, mert megfáztál, vagy más nem allergiás, vagy valami vacakra? Tök jó, nem? Az utóbbiban nekem is gyakran részem van, és emiatt tök jól tudok azonosulni ezzel az animével, de itt és most nem magamat akarom sajnáltatni. Annál inkább sajnálom viszont a szegény kis 5. osztályos diáklányt, Csokót, hát nem ennivaló neve van. Aki bedugult orral próbálja meg megidézni osztálytársai kedvéért Cupidot, a szerelemi hírnökét. Naon kis fancy, csajos a szeánsz mindaddig, míg orrhangja miatt Cupido helyett egy Gyubid nevű sötét boszorkányt idéz meg. Már előre sejtheted, hogy ő nem a szerelem boldogságát fogja elhozni a kislányoknak. Az para lenne. Ha úgy veszük, Csokó megszívja, mert bár mindig is betegesen rajongott a természet feletti dolgokért, most, hogy belecsöppent az életébe egy boszi, valahogy a háta közepére sem kívánja az okkultizmust. Hogy miért? Mert amellett, hogy full idegesítő, Gyubid a kislány önjelölt tancinini évé lép elő. Ugyanis ha Csokó felnőtt korára nem válik sötét boszorkánnyá, örök időkig a szellemek világában kell élnie, távol az ő saját életétől. Ám minden rosszban van valami jó, legalább kap egy rettenetesen cuki gótloli outfitet. Az anime során a főszereplő kislány kemény, de leginkább a rengeteg instant ledobott humorbombával átitatott küzdelmét követhetjük nyomon, melynek során minél ügyesebb kis boszorkánnyá válik. Elsajátítja szépen többek között a varázslás fortéjait, mit nem mondjak, elég furi varázsigéket kell benyolnia. Emellett természetesen egyaránt betekintést nyerhetünk abba a tipik japántos iskolai életbe, amit mindannyian nagyon szeretünk, legalábbis az animék szemüvegén keresztül, illetve a földön túli szellemvilágba, ami kb. Ugyanolyan, mint az előbbi, csak tele mágiával. Nem mondom, hogy ez az anime lesz életed animéje, de ha szeretsz kiégni a japánok páratlan humorán, és ha tetszett neked a Little Witch Akadémia, akkor adj egy esélyt ennek a kis hülyeségnek is. Különösebb tanulságot amúgy nem fedeztem fel benne, ha nagyon ki akarom sajtolni is csak annyi, hogy ne idézz szellemet bedugult orral, meg ilyenek. A többi már csak rajtatok múlik.